Sziasztok! A mai napon egy diós karamellás márlenkát fogok készíteni. Gluténmentes süteményliszből készítettem, de természetesen használható búzalisztet is hozzá. Először a málenka krémjét készítem el, egy karamellkrémet fogok készíteni, ehhez szükségem van 1 liter tejre, amelybe rakok 30 dekagramm cukrot, és fél teás kanál szódabikarbónát. Elkeverem, és körülbelül 2 óráig főzöm. A második órában már gyakrabban keverjük meg, még egy sűrű karamellkrémet nem fogunk kapni. Amíg a karamellkrém készül, hozzálátunk a tészta elkészítéséhez. Ehhez 10 deka margarint felolvasztunk egy fémtálban. Hozzáadunk 3 evőkanál mézet. Felolvasztott mézhez és vajhoz hozzáadunk 15 deka porcukrot és 2 felvert tojást. Elkeverjük, elkevertük, lehúzzuk a tűzhelyről, és hagyjuk kihűlni. Hozzáláthatunk a tésztalapok elkészítéséhez. 6 darab tésztalapot fogunk készíteni, 20x30 cm nagyságúak. Szükségünk van 45 deka lisztre, én most gluténmentes süteménylisztet használok, de búzalisztet is használhatok. Ehhez hozzáadom a teljesen kihűlt folyékony alapanyagot, egy pupos evőkanál szódabikarbonát és fél evőkanál 20%-os ecetet. A hozzávalókat összekeverem, kézzel jól kidolgozom a tésztát, egy órára hűtőbe tesszük pihenni. A kinyújtott tésztalapokat tepsi hátára helyeztem, majd 180 fokra elemelített sütőbe rakom, kb. 8 percig kell sütni, fél időben viszont meg kell fordítani a tepsit. Két óra elteltével besűrűsödött a karamellkrémünk, lehúzzuk a tűzhelyről és teljesen kihűtjük. Közben elkészítjük a süteményünk tetejére a grillást. Ehhez 15 deka apróra vágott diót megpirítunk 2 kanál cukorral. A kihűlt karamellkrémhez hozzáadunk 15 deka darált diót, majd 50 deka mascarpone-t, és ezt mixer segítségével homogén állagúra keverjük. Elkezdjük a tortalapok megtöltését. Ehhez minden egyes tortalapot megkenünk rummal, majd ráhelyezzünk a mascarpone-s diós karamelles krémből. A megtöltött tortalapok tetejét megszórjuk pirított cukros dióval, kés süteményt egy napra hűtőbe helyezzük, és csak másnap szeleteljük fel. Köszönöm.